Október első fele a bakoknak. Pozitívum, negatívum és egy tanács. Spirituális útmutatás az univerzumtól. Úton van egy jó hír. Úton van egy kellemes utazás. Üzleti utazás. Lehetséges egy új vállalkozás, vagy egy új munka, tehát valami pénzzel kapcsolatos. Nézzük csak tovább. Jönni fognak a lehetőségek, de jó, hogy ez a kártyalap, ez pozitívumra jött ki. Vége a szomorúságnak, vége a félelemnek, a bizonytalanságnak. jön egy királynő, ez a királynő, ez mutathat ajándékot, valamilyen nagyon jó, kellemes dolgot, vagy egy olyan szemét, aki nagyon gondoskodó, nagyon anyáskodó, megértő, egy társ. És megint a kehek, három darab kehely már, nagyon érzelmes ez az október eleje. Na most tudni kell, hogy az ász, ez kezdés. Az ász, ez új lehetőség. Az ászok megerősítik a körülötte lévő kártyákat. Tehát itt nagyobb, nagyobb ajándékról lehet szó. Nem szabad elszalasztani ezt a lehetőséget, mert ez egy szerencsés fordulat. Tehát ez, ez maga az ajándék az univerzumtól. Ez maga a grál. Akár olyan is lehet itt, hogy lehetséges itt egy, egy házasság, vagy egy keresztelő. Nagyon kellemes dolog. Nagyon boldogító. Új boldogságforrás. És mágus, nagy Árkánum, maga a mágus. Itt minden lehetséges. Egyszerűen a mágusnak minden eszköze megvan ahhoz, hogy elérje a célt, hogy megvalósítsa az álmokat, hogy ha van terv, akkor érdemes kitaposni azt az utat. A mágus profi. A mágus is egyes szám. Tehát kezdés, az ász is egyes szám, a kisárkánumba kezdés. Meg kell tenni azt a bizonyos első lépést. Azt mondják, az első lépés a legnehezebb. De hát itt nem szabad félni egyszerűen. És tessék, Nagyárkánunk megint csak a mágus mellett, itt van a főpapnő, egyszerűen a fenti erők is segíteni fogják a bakokat. Érdemes belevágni bármibe, tanulásba, új projekt, új munka, utazás, vállalkozás, tehát itt bármi lehetséges. Egyszerűen a gondolatokkal lehet provokálni a sikert. negatívum, mi az, amit el lehet kerülni? Negatívum. Na, kijött egy király, a botok királya, maga a tűz, és kijött nagy árkánum, az ördög, az is maga a tűz. Vigyázni kell, az ördög nem alszik. Lehet egy nagyon csábító ajánlat. Nem biztos, hogy jó ez nektek vigyázni kell, mert bele lehet sétálni abba az ördögi csapdába. Jó? Ezen a kártyán az ördög pénzt, pénzt ajánl. És az ördög, ez mindig nagy pénz. Jó? Tehát vigyázni kell. Ez a király, ez lehet a nagyon akaratos, nagyon tudatos, nagyon sportos, erőszakos is lehet. Tehát az ördög is maga az erőszak, a maga a manipuláció, maga a nyomás. Jó, tehát vigyázni kell, nem szabad bele, belesétálni, nem szabad hagyni ezt a nyomást. Nézzük csak tovább. És megint a tűz, megint a botok, megint a kezdés. Vigyázni kell. Sőt, olyan is lehet, hogy ez lehet egy új szerető. Tehát bele lehet sétálni egy ilyen szerelmi csapdába. Vigyázni kell. És megint, megint egy király. Ez a király viszont, hát ez inkább Inkább lehet egy orvos vagy egy ügyvéd, és itt lehetnek valamilyen kellemetlenségek. Ez a király viszont maga az ész. Maga az ész egyébként. Uh -huh. Ezek a királyok, egyébként a királyok nem csak férfit mutatnak, de mutathatnak nőt is egyszerűen ilyen férfi energia lehetséges. Ez a király, ez maga a tűz. Tehát vagy férfi, vagy nő, ez a király is lehet, vagy férfi, vagy nő, viszont ő inkább olyan hidegebb, inkább egy jégcsap, felsőfokú végzettsége van nagyon gyakran, észszerű, az ész dominál. Tehát ő okozhat valamilyen kellemetlenséget, meg bolygathatja ezt a nyugalmat, ezt a békét, ezt a harmóniát. Tehát ez a harmónia megbillenhet. És megint egy királynő, tehát itt vigyázni kell ezekkel a személyekkel, jó? Tehát nem szabad belesétálni az ördögi csapdába. Vigyázni kell, mert igen, a harmóniát ezek a személyek egyszerűen lerombolják. Ezt is mondhatnám. Vigyázni kell ezekkel a személyekkel. Jó? Tehát legyen meg a harmónia, az egyensúly. Bármiről is van szó. Ez lehet akár alkohol is. Például, mert az ördög az mutat alkoholfogyasztást is. Jó? És a harmóniát tartani kell. Tehát a mértéket tartani kell. Alkohol, szerencsejáték, drog, tehát evés. Ez is. Jó, ez is ördögi. Tehát itt az egyensúlyt tartani kell. Ez tanács. Na nézzük csak, Maga nagy árkánum és Maga a hold. Mit üzen a holt? Nem szabad félni. Megint itt van valamilyen bánat. Le kell győzni ezeket a félelmeket. És. Tehát nem szabad, egyszerűen azt mondanám, eltévedni ebben a varázserdőben. Menni kell a célhoz. Nem szabad, hogy elvarázsoljon minket, vagy elvegye az eszünket. Ez az ördög, ez az ördögi terv. Jó, tehát legyünk észnél, járjunk nyitott szemmel. És ha van egy célunk, és már pedig itt a kártyák azt mutatják, hogy van, sőt, lesznek lehetőségek is, nem akármilyen lehetőségek. Irány a cél. Le kell győzni a félelmet. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!